Köszönöm. Igen, éppen itt most mondja egy hölgy, hogy 600 ezer gyerek fog éhezni, amíg nem lesz menza az ünnepek alatt. Szörnyű, hogy ilyen megtörténhet ebbe az országba. Köszönjük szépen, Judit, ezt a remek felszólalást. Látjátok, ebbe a csapatba ennyiféle ember megfér. Van, aki még kér, van, aki már követel, van, aki elveszi. És mégis egy csapatban vagyunk. Mindenkit meg tudunk szólítani, mert egy a célunk, hogy kilábaljunk ebből, és megszüntessük a kifosztást, megszüntessük az álmofutását a politikusoknak. És akkor Golcs Ferdinánd jelezte még, hogy szeretne szólni, és én nagyon örülök neki. Hát egy pár szót szeretnék akkor én is ehhez a demonstrációhoz hozzászólni. Ugye itt vagyunk Vóna úr háza előtt. Balra tőlünk... Vóna. Úr nélkül. Balra tőlünk az Isten szent háza van. Ugye tudjuk, hogy Vóna úr milyen neveltetésben részesült, egyházi neveltetésben. Miért mondom ezt? Mikor a 10 parancsolatot kellett megtanulni, kétszer hiányzott a képviselő úr. Az 5. parancsnál hiányzott, mert az 5. az a neve, nem. Az 5. az a neve, hogy ne ölj. És én azt mondom, hogy Bóna úr gyilkos. Miért? Hány ezer ember volt már meg eddig, mióta van ez a szemét, semmiz a hiteles tragédia. És ezzel, hogy ő megnyújta ezt az 5 gombot, hány másik pár ezer ember fog öngyilkos lenni, hányan kapnak betegséget, hány család megy tönkre? Az ő, hogy neki jobb legyen. A második pont, amikor hiányzott, az a 10. parancsolat volt, felbarátod házát és vagyonát neki bánd. Mit mondok én erre? Egy rabló tolvaj szemét. Ő akarja venni a házamat, a házunkat, az egzisztenciánkat, nem csak a miénkét, a gyerekeinkét, unokáinkét, a jövőnket. Hogy fogsz te szembenézni az egyház közösséggel, amikor nap mint nap itt tart az édesapád misét este? Nem szégyeled magad? Hát én abban bízok, hogy azért, amikor majd az Isten elé kell állnod, és ott meg kell dolni a bűneidet, vagy amikor kijössz itt az utcán, és elmennek az emberek, akik az imáról jöttek, és tiszteletbe tartják a szüleidet, mit gondolsz talán, hogy elárultad az apádat, vagy elárultad a családodat, vagy engemet elárulnál, elárultál, vagy a népedet elárultad? Hát azt mondom, hogy elárultad, és egy szemét patkány gazember vagy, Vóna úr. Abba bízok, hogy azért az a mozgalmunk egy kis éket kivert ebből a rendszerből, ebből a, hogy is mondjam, rabszolgatartó rendszert, másnak nem tudom nevezni, és ragadozik a hatalom. Ugye pár napon hallottuk, hogy több mint 900 ezer ember országos szinten már kilépett a Fideszbe, de teljesen mindegy, hogy Fidesz vagy MSZP-vel, aki az elmúlt 24 év alatt kormányzott. Itt teljes felelősséggel vonást kell gyakorolni, el kell számoltatni ezt a mocskos rabló oligarcha bandát, és új utakat kell keresnünk. Én nagyon remélem, hogy mi nagyon sokat teszünk ennek az útnak a megoldásához, illetve jobb értelme akarunk ezen az egész dolgon. Ennyit akartam meg. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük Ferdinándnak is! Egészen a vége felé tartunk bár. Ugye megmondta Kerek Ferenc, hogy Bóna Zoltán gyilkos. Bóna Zoltán bűnöző, mert lop, vagy lopni készül a haverjaival együtt, vagy a haverjaimak lop. Ezért őt ott tartják, ahol tartják. Tehát erről szól a politika. Lopok neked, hogy én utána jól élhessek. Ezt teszi ma Magyarországon egy teológus végzettségű ember. És hányan és hányan vannak még? 116-an, akiből úgy tudom, hogy 4-5-öt kaptak eddig el a sorstársak. Zalaegerszegen egész biztos, hogy elkapták a helyi képviselőt. Komárom-Esztergom megyében elkapták, ugye Trócsányi megvolt, és most már Bóna Zoltán is. Ugyanígy fog járni az összes többi, és lehet, hogy többen is vannak, csak még nem tudunk róla. Mindenkit erre bíztatunk, menjenek el a házukhoz, és vonják felelősségre, el fognak menekülni a mocskok. Mi is innen el fogunk nem sokára menni, Dunavarsányból. És volt egy másik alkalom is, amikor én elmentem Dunavarsányból, az még csak jelképes volt képcsőbb teljesen, amikor 8-ból elballagtam, a felsős osztályfőnököm Jakus Ilona minden diáknak adott egy idézetet. Mindenkinek mást, amit úgy gondolt, hogy rá jellemző. Én egy Francis Bacon idézetet kaptam tőle. Emberi tudás és hatalom
egy és ugyanaz. Én ezt 14 évesen nem értettem, hogy miről is szól ez a dolog. Sokat motoszkált azóta az agyamban. 1600-as években élt ez a Francis Bacon Angliában, és gondolkodtam sokat rajta, hogy mire gondolt. Hogyan lehet ugyanaz a tudás és a hatalom? Valószínű, hogy nem az önmagáért való tudásra gondolt, hanem az alkalmazható tudásra. Az a tudás, amikor rájössz arra, és van elég információd ahhoz, hogy a saját életedet irányítsd. Az a tudás, amit nem szeretne a hatalom, hogy neked meglegyen. Az a tudás, hogy elmehetsz a rendőrségre, és bejelenthetsz egy tüntetést a mocskok házához. Az a tudás, hogy rá tudsz jönni arra, hogy kifosztanak. Az a tudás, hogy össze tudsz kapaszkodni azokkal, akik ugyanabban a cipőben vannak veled. Ezek mind-mind tudások, információ. Az a lehetőség, hogy ki lehet jönni abból, amit rád kényszerítenek. Nem kell elfogadnod. Hát ez a tudás a hatalom. Amikor annak a birtokában vagy, hogy te a saját életedet irányíthatod. Nem kell elfogadnod azt, amit ilyen Bóna Zoltán félék rád kényszerítenek. Bóna Zoltán, te is ki vagy tiltva a közéletből. Nektek pedig sok erőt kívánok. Hajrá! Most menjünk mozgalmi tanulni, és kapjuk el jövő héten a következő mocskot. Hajrá! Hajrá! Hajrá!